Sziasztok! A Headlander című játékról mondanék pár szót, amire teljesen véletlen akadtam rá, éppen kifutóban volt a Game Pass kínálatából valamikor tavaly, és miután láttam, hogy ez egy Metroidvania jellegű játék, amikre eléggé rákattantam az utóbbi hónapokban, gondoltam adok neki egy esélyt, mielőtt leszedik. És szerencsére még pont ki tudtam pörgetni. A Headlanderben egy űrhajóst irányítunk, pontosabban az űrhajós általunk kiválasztott külsejű fejét. Én ezt a bajszos csókát választottam, mert ez kicsit hasonlít Pedro Pascalra, úgyhogy elnevezhettem Hetro Pascalnak. A fej nem tud beszélni, lévén nincs tüdeje, és nem tudja, hogy ki ő és hogy került ide, de egy rejtélyes hang folyamatosan beszél hozzá és segít neki kijutni az űrhajójából, és elvezeti egy űrállomásra, ahol kizárólag robotok élnek, idézőjelben. Itt kell felfedeznünk a környezetet és kideríteni, hogy mi a fene van. Ja, mert hogy a fejünk egy rakéta meghajtású űrsisakban van, tehát szabadon tudunk repkedni, és a különféle robotokra, illetve gépekre, szerkezetekre rákapcsolódva irányítani tudunk lényegében bármit. Az űrállomás biztonsági droidjai azonban nem örülnek nekünk, úgyhogy őket is jól el kell intéznünk. Közben természetesen folyamatosan fejlődünk a pályaszerte elszórt XP gömbök gyűjtögetésével és a rejtett szobákban talált fejlesztő akváriumok kinyitogatásával. A kötelező nagyobb életerő, erősebb páncél, jobb manőverezés mellett olyan hasznos képességekre tehetünk szert, mint a dash, amivel gyorsabban tudjuk hasítani a levegőt, és még az ellenségeket is pépézúzhatjuk vele, a kis pajzs, amivel visszalőhetjük a lövedékeket, illetve később lézerekkel elzárt területekre is ezzel nyerhetünk bejutást, vagy a hosszabb nyaláb, amivel távolabbról le tudjuk kapni a robotok fejét, ezzel harcképtelenné, és hülye kifejezéssel beszállhatóvá téve őket. Később lesz időlassítás, különböző felvett tárgyakat bombává tudunk alakítani, illetve még azt is meg tudjuk oldani, hogy egy elkapott biztonsági droidot átállítsunk a mi oldalunkra. Jó pofa dolgok ezek, de én kicsit feleslegesnek éreztem, mert a játék messze leghatásosabb technikája szimplán lekapni a robotok fejét és odébb állni. A manőverezés ugyanis sokkal kényelmesebb és gyorsabb levágott fejként, mint testtel rendelkező robotként. Hiába van utóbbinak többféle fegyvere, fedezékbeugrás lehetősége vagy gurulása, ami a sima lakórobotoknál rohadtul vicces. Én általában, amikor csak lehetett, csak körbe röpködtem a képernyőt és mindenkit megfosztottam a nyakán lévő pattanástól, majd a megfelelő robotba bepattanva mentem tovább, így hiába poén a fejlődés, igazából eléggé haszontalan. A robotok testének azonban más haszna is van, a különböző színűek különböző hozzáférési szinten rendelkeznek, és csak a saját, illetve az alatti szintű ajtón képesek bemenni. A játék egyik fő eleme, hogy a különböző színű robotokat variálva kell átjutni az ajtókon, ami néha trükkös, néha kicsit backtrackelni kell, át kell látni, hogy most akkor hogy is vannak a különböző szintek, de igazából nem egy bonyolult dolog, egyszer nem akadtam el benne. És nagyon nem is variálják a játék során, egyetlen sakkos feladvány kivéve, ami egy kicsit talán elborultabb a kelleténél, de igazából ez is simán megcsinálható. Ez talán negatívunként is értelmezhető, de nekem tetszett, hogy a játék pörgős is játszatja magát. Nem akasz meg soha, folyamatosan tudsz haladni, például a hasonló Orient the Blind Forestben többször rohangáltam fel alá, nem tudva, hogy mi a Szent Albino egeret kell csinálnom, itt szinte mindig egyértelmű. Ami inkább negatívum, hogy a fejlesztések nem nagyon vannak elrejtve. Az első végigjátszásom 90%-os lett, és mellé sikerült kioldanom az összes, tehát az összes fejlesztést, ami azt jelenti, hogy nem sok titkos helyet és mellékküldetést hagytam hátra, holott nem vittem túlzásba keresgélést. Az esetek nagy részében elég egyértelmű, hogy hol vannak a rejtett szobák, ha másért nem is, a térképen egyértelműen látszik attól a pillanattól kezdve, hogy beléptél az adott szobába. Néha ezek el vannak torlaszolva olyan akadályokkal, amiken csak később megszerzett képességekkel juthatsz át, de ez elég ritka. Ebből ered a játék legnagyobb hibája, nem igazán újrajátszható. Legalábbis bennem azóta sem merült fel, hogy érdemes lenne újra nekiugrani, ami a legtöbb Metroidvania játéknál azért eddig megvolt. Ha valamiért mégis újra végigjátszanám a Headlandert, az inkább a tartalom lenne. A sztori nem rossz, viszont ami magával ragad a játék során az a világ, amiben játszódik, és a humor. A grafika egyszerűen gyönyörű, igazi klasszikus 80-as évekbeli retrobotos neonfényes kavalkád, akárcsak a Far Cry Blood Dragon, és a zenei világ is ugyanezt az érát képviseli. A helyszínek kellően változatosak és nagyon részletesen ki vannak dolgozva, legyen szó az óriási kommunikációs torony belsejéről, a játékvégi csatahajóról, vagy a Pleasure Padnak nevezett, nem is tudom, wellness részlegről, ahol az esetleges turisták kényelméről szól minden. Igazi hedonistáknak való hely. A világot benépesítő robotoknak pedig vicces és szórakoztató egysorosokat adtak, külön kiemelve az ajtókat, amik idióta versekkel és szóviccekkel zavarnak el, ha nincs meg a megfelelő színed. Egy szóval jó játék a Headlander, csak túl egyszerű, túl könnyű. A fejlődés és a Metroidvania jellege kihasználatlan, ellenben nagyon hangulatos és szórakoztató, rengeteg apró poénnal és kikacsintással. Szerintem, ha látjátok valahol leakciózva, ilyen 2-3 ezer forintra, akkor simán megéri. De ebben azért több is lehetett volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!